Mostanában nagyon sokat álmodtam olyat, hogy valakit nagyon megverek. Lehet, hogy teli vagyok ilyen elfojtott feszültséggel, szorongásokkal, amiket így nem tudok artikulálni, és akkor ez olyan jónak tűnt, hogy ezeket az elfojtott feszültségeket így ki tudom ereszteni. Keresem a mértékre a választ, ez szerintem egy színésznek feladata is, folyamatos önvizsgálatot tartani. Tizenhat éves lehettem, amikor csináltunk egy színjátszót az iskolában. És addigra már rendszeres volt bennem az, hogy ha elmegyek színházba, akkor mindig azt éreztem, hogy sokkal szívesebben lennék a színpadon, mint a nézőtéren. A színészet az folyamatos lemondással jár, azt érzem egyfelől. Az ünnepekről, a hétvégékről, az estékről, a reggelekről és a délutánokról, azt hiszem másról nem, meg az éjszakákról. De nagyon sok mindent kapsz érte cserébe, ami veled ott megtörténik. Ha én egyszer azt fogom érezni, hogy ez ki van pipálva a színészet, akkor fogom magam és elköltözöm vidékre, és állatokat fogok tartani, és trágyázni fogom a földet. Nincs olyan egy színésznek, hogy nincs följebb, szerintem. Vagy akkor abba kell hagyni.